Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóba. Ma nem más, mint egy ilyen BenQ SP2 akciókamerát fogunk kibontani. Ami mellé jár egy ilyen óra is. Okos óra végül is. És maga cucc. Na hát lássuk, mit is rejt a doboz eleje. Írja, 1080p 60 fps mellett tud videózni. Hát igen, hogy az órán is lehet látni a cuccot. Ez a Live View Remote faszom cucc. A 2260-a saksi van benne, a GoPro-ba 1100 valamennyi, ha jól tudom. Itt az oldalán, hogy standard milyen, miket adnak hozzá. Hát elég sok fajta csatlakozó van, hogy csináljuk, hogy lássátok is. Tehát van elég sok minden hozzá, ilyen supportok. A hátoldalán specifikációk. 60 fps Full HD-ba, 960p-be ugyanúgy 60 fps, 720p-be 120 fps-t is tud, illetve rendes végig a felbontáson 240 fps, szóval lehet normális lassításokat is csinálni vele. Illetve 2.8-as fókuszpontos kamera van benne, hát a többit, a lényeg, hogy MP4-be videóz, amit elméletileg nem is muszáj átkonvertálni. Na, hát beépített Wi-Fi, az óra, ami van különlegesség, a fehér egyensúlyt állítja, bocsánat, automatikusan. Lehet nézni menet, tehát videózás közben a karórám lehet nézni real-time a videózást, amit el kell mondjak, hogy egy picit lassan működik, szóval nem feltétlen mutatja mindig reálisan. Tehát kicsit késésben van mindig, illetve kicsit olyan, mintha szaggatva menne. Be lehet kapcsolni 1 másodperc, 3, tehát vannak ilyen funkciói. Méretei. Egyébként van mini HDMI is maga a cuccon, ami azért egy nagyon jó dolog. Kompatibilis minden operációs rendszerrel. 16 megapixeles kamerája van egyébként, olyan felbontásba lehet a képeket lőni. Ilyenkor csörög a telefon. Na szóval, ott tartottunk, hogy 16 megapixeles képeket lehet vele készíteni. Ultra wide-ba, plusz wide, ez nem tudom milyen plusz funkció. 7 képet tud készíteni 1 másodperc alatt. Ez a self time 10,2 másodperc, ez nem tudom mi lehet. JPG-be csinálja a képeket, stb. Na, van elvileg applikáció Androidra és iOS-ra is, amit nem próbáltam ki, de majd kipróbálok. Illetve itt van a garanciák, na, lássuk. Van egy ilyen pont, mint a GoPro-nak egy ilyen kis cucca, és akkor itt oldalt le is lehet venni az órát. Hát az óráról mit lehet tudni? Bal oldalt van egy, itt állítjuk a van egy írés, vagy szett és mód, ha minden igaz. Sleep, itt tudjuk alva módba tenni. Ez funkcionálhat, mint egy rendes óra is egyébként. Illetve ha még egyszer megnyomjuk, akkor automatikusan átmegy, itt fogjuk látni majd a kamera képét. Jó. Itt középen, ez őszintén megmondva szerintem semmire se jó. Itt lent mellette az dettó nem jó semmire. Ez a nagy piros gomb, normális módban ezzel indítod a videózást az óráról. A fenti mód, ez azt hiszem, hogy fogalmam sincs még egyelőre mire jó. Itt lehet beállítani az órát ezzel a fentivel. Tartjuk nyomva sokáig. Csak itt lehet különböző beállításokat csinálni a magának a kis órának. De hát ez nem érdekel minket. Alatta itt megint van egy gomba, aminek egyelőre nem találtam funkcióját. Itt viszont van egy ilyen kis cucc, amit nehéz lesz egy kézzel csinálni. Itt fel kell emelni ezt a dolgot, és ezt itt le lehet húzni, és ott kell tölteni. Szóval elég érdekes a megoldás, de így tudták megoldani, hogy legyen csatlakozó és legyen vízálló is. Egyébként ilyen gumis valami, nem tűnik túl erősnek egyébként ez a gumispán. A hátoldala az elég egyszerű, nincs rajta semmi érdekesség. Na hát ez lenne maga az óra. És itt van maga a GoPro, ami két kézzel tudok. GoPro, a BenQ akciókamera, de ezt csak két kézzel tudom kivenni. Még úgy is csak nehezen. Ugyanúgy
Bocsánat. Ugyanúgy hátra kell húzni, mint a GoPro-t is, ahogy veszi ki az ember. Na, hát szemből így benne van ebbe a vízálló tokba, egy ilyen supporton rajta. BenQ logó mindenhol. Van egy ilyen kis pántféleség is rajta. Hát ezzel körbe tudjuk tekerni magunkon akár. Jó, lássuk mi van még a dobozba. Ezt itt egy kézzel elég érdekes lesz. Kénytelen vagyok megint letenni a kamerát. És akkor kivesszük a dobozból, és benne van egy másik dobozba. Írja egyébként, hogy kell kivenni a supportjából. Illetve az órának ez csak egy ilyen dísz, ezt nem lehet innen levenni. Na, a dobozt így tudjuk. Hát ez már volt felbontva ez a doboz egyébként, szóval nem kell meglepődni. De ettől még az cucc az új volt, és csak tesztelésre kaptam, szóval nem az enyém. Ismét le kell tegyem a kamerát. Úgy meg van csinálva, hogy alig lehet szétszedni. És nem is szeretném szétszakítani. Na szóval, lássuk, mit tartalmaz a doboz. Van benne egy rendes mini USB, USB csatlakozó. Ezzel lehet számítógépre csatlakoztatni, illetve ezzel töltjük magát a kamerát, amit majd megmutatok, hogy hol kell. Van még egy kábelünk, ami ugyancsak egy USB, illetve egy ilyen négyes érdekes csatlakozója van. Na, ezzel töltjük az órát, ott ahol mutattam. Van neki még egy ilyen plusz hátlapja, ez a vízálló hátlap, hogyha jól látom. Ez körbe ilyen picit gumis cucc, szóval ez az a része. Van egy töltőfejünk, hogy akár rendes hálózatról is tudjuk tölteni a cuccot. Ezen nincsen semmi érdekes, még egy BenQ logó sincs rajta igazából. Csak itt a legalján, még ott se, mert Amigo-t ír rajta. Na mindegy. Mi van még a dobozban? Egy ilyen cucc. Hát ez őszintén megmondom, nem tudom, hogy mire jó. De gyanítom, hogy ezzel akár autónak a bordjára, meg ilyen helyekre is lehet rakni. Van még itt egy ilyen kicsit hajlított ilyenink is. Ebbe is ugyanúgy bele lehet csíptetni. Hát ezzel én fogalmam nincs, hogy hova kell fogatni. Lássuk, mi van még a dobozba. Zacsi. Még több zacsi, illetve a leírások. Még egy ilyen, ebből van, látom. Jó, ez egyenes. Tehát majdnem egyformák, csak egyenes. Továbbá van még egy ilyenünk is. Ez nem tudom, hogy mire jó. Na mindegy. Illetve a könyvecskék, hát ebből van rengeteg. Nagyon sok igazából. Szinte az egész, ami maradt még, az csak könyvek. És itt van egy ilyen mini telepítő CD, amivel én őszintén mondom, problémában lennék, hogyha ezt lenne használni, mivel nekem például nincs még CD olvasom se. Van még egy ilyen plusz ragasztó cucc. Azt hiszem, hogy ez az. Ja nem, ez volt rajta a kamerán szerintem. Mielőtt kibontották. Illetve még vannak itt ilyen, gondolom ezek ilyen tapadókorongok. Ez is hasznos dolog. Illetve még egy ilyen leírás. Hát körülbelül ennyi lett volna. Most megnézzük, hogy néz ki ez a kamera máskülönben. Visszapakolok gyorsan mindent. Úgy. Ezeket is, de majd a többi később. És akkor itt van maga a kamera. Amit kiveszek most a tokból, ami nem lesz egy egyszerű művelet, úgyhogy megint le kell tegyem a kamerát. Valószínűleg. Mivel ezen van egy ilyen kis cucc, amit így meg kell húzni. Így meg kell húzni. És így fel kellene nyitni, csak ezt mondtam, kétkezes munka.
még két kézzel se egyszerű. Hát ezt így, akkor így felpattintjuk. Utána ez meglazul, ezt vissza kell nyomni, és akkor ezt fel kell emelni. És akkor így kinyílik nagy nehezen. Ugyanígy ilyen hátlapunk van még egy. És akkor ezt így óvatosan ki lehet emelni magát a kamerát. Utána csak maga ezt a supportot találjuk, illetve magát a kamerát, ami ebben a sötétben nem igazán látszik. Amit mondhatok róla, hogy elég könnyű. Ez a LED itt világít, hogyha töltődik pirosan, illetve ez itt egy hangszóró, ha minden igaz. Fent a modell, illetve a bekapcsoló gomb, ami elég cseles igazából, mivel ha bal oldalát nyomjuk, akkor lehet csak bekapcsolni, a jobb oldali módjával és gombjával, azzal pedig a módok között lehet állítani. Illetve itt van a kamera gomb, amit lehet videózásni, mindent. Tehát végül is ezzel mászkálunk a menübe, ha nem használjuk az órát. Illetve itt van egy OLED kijelző. Ezen az oldalán van egy mini HDMI kábel, illetve itt le lehet beletenni a memóriakártyát. Most van benne egy 32 gigás. Az alján ott van a mikrofon, illetve még egy LED. A másik oldalán pedig maga az USB foglalt, ahol töltjük, vagy csatlakoztatjuk számítógépre, illetve egy mikrofon. És itt hátul van a zaksi, ami elméletileg levehető, de én nem fogom megpróbálni. Na hát, indítsuk be. Mint mondtam, itt ezt a szélét kell nyomni. Csinál egy ilyen csúnya hangot, és már mutatja is, hogy mi van. Tehát most úgy van beállítva, nem tudom mennyire fog látszani a videón, hogy 1080p-t 60 fps-re videóz, mellette, hogy 31 kép van felvéve, ha minden igaz, és akkor így ezzel lehet lépegetni a... Itt van a wifi kikapcsolva, most bekapcsoltuk, és elméletileg, ha rámegyünk az órára, és átváltunk a kamerára, akkor látjuk a kamera képét az órába. Ezt így egy kézzel nem fogom tudni megmutatni, de ahogy elkezdem mozgatni, mutatja kamera képet. Energiatakarékossági módok miatt ez itt ki is full, tehát ennyi. Hát itt lehet, ezzel csináljak képeket, jó, most már ezt is tudjuk, ezzel pedig videót. Letesszük, és itt elindult, villog az az égő, ez az égő, és ez itten közben videóz nagyba. És még ez az égő is. Szóval tele van millió egy égővel, ami villog. És ugyanígy meg is lehet állítani. És mindig ilyen hangokat ad ki. Na, hát egyéb beállítási módok itt még. Van ilyen idő. Hoppá, elkezdett videózni. Jó. Hát itt megyünk még a menübe. Na most keresi a wifi-t, mert csórikám elszórta. Jó. Mutatta egyébként egy állapotjelzőledet, illetve hogy mennyi a feltöltése a cuccnak. Hát más... Itt lehet különböző beállításokat csinálni. Hát kamerában nem sok minden fog látszani. Itt írja videóbeállítások. Lehet váltogatni, hogy ki mire szeretné. 60 fps, 120 fps felbontásokat, stb. Na de ebbe én nem szeretnék most belemenni. Aki akarja, úgyis néz róla videót. Na, hát végül is ennyi lett volna ez a videó. Kikapcsoljuk. Tehát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet. Ha bármi kérdésetek van, vagy bármi, nyugodtan írhattok. Facebookon, YouTube-on. Lehet csinálok majd belőle tesztvideókat is. Jobban mondom, lesz tesztvideó, csak nem az én csatornámra lesz feltöltve, hanem a cégnek a YouTube csatornájára, de majd belinkelem azt is. Na hát ennyi volt ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!